Üdv, polgártársak! Mint ezt már tudjátok, a Robert Space Industries házatáján híresztelések kaptak szárnyom, miszerint egy új hajóval fognak jelentkezni. És ím lehull a lepel egy újabb Concept Sail, az RSI-tól. Bemutatom nektek a Perseus-t. Vertigót halljátok a rézangyaloktól, sziasztok! Az űrhajó látványa bennem olyan benyomást kelt, mint egy mini Idriszt látnék, viszont ha megnézzük majd a fegyverzetét, akkor mintha a Javelinre hasonlítana. Így nem is tudom, hogy elsőre hova lehetne ezt a hajót besorolni hajósztálylag. Lehet, hogy ez egy romboló? A Corvette osztályhoz túl pici, azoktól jóval elmarad, viszont Heavy Gun Shipnek pedig túl nagy, azért ennél jóval nagyobb a fegyverzete, mint egy Heavy Gun Shipé. Na mindegy, nézzük meg a hajó paramétereit. A hajó 100 méter hosszú, 50 méter magas és 21 méter széles. Maximális személyzete 6 fő. SCM sebesség 92, maximális sebességéről még nem tudunk biztosan, de szerintem olyan 700 körül biztos, hogy menni fog. Raktér kapacitása 50 SCU. A hajó mérete large, azaz a nagy hajók osztályát képviseli. A modulok is ilyen méretűek, tehát van nekünk 2 darab pulse generátorunk, 2 darab power plantunk, 1 jump drive, 1 quantum drive, és 1 darab nagyméretű üzemanyagcella. Van 2 darab főhajtómű, 2 darab vétulhajtómű és 12 manőverező hajtómű. A hajó fegyverzetét tekintve, na itt jön a lényeg, 2 darab manuálisan vezérelt S7-es ikerágyú, egy alsó és egy felső torony. A hajó farán 2 darab S3-as ballisztikus torony, két-két ágyúval. Ezek elvileg távirányítású tornyok, vagy lehet őket teljesen automatizálni. És végezetül hava tortán van még 2 darab S5-ös torpedóvetőcsövünk, 10-10 torpedóval. A hajón 3 fedélzet található. Van egy alsó fedélzet, egy ágyú fedélzet, és a felső fedélzet, ahol a híd is megtalálható. Na de menjünk sorjába. Az alsó fedélzeten található a raktér, melynek kapacitása, mint mondtam, 50 SCU. Vagy akár ide belefér egy Ursa Rover is. A raktér a hajó közepén helyezkedik el, ezáltal jól védett minden irányból. Amikor a hajó támadás éri, valószínűleg a rakomány vagy a benne lévő tárgyak nem fognak sérülni és épségben maradnak. A hajó rakteréhez tartozik még egy rakodó rámpa, amit fel le tudunk engedni a ki- és berakodás megkönnyítésére. Ugyanitt van még a docking kolár, a hajót tudjuk csatlakoztatni az űrállomáshoz, és van még egy turret accessünk, ez a hátsó alsó toronyhoz vezet. A középső fedélzeten, azaz a Gun Deck-en legelőtt található az S7-es ágyú bejárata, majd mögötte a torpedókamra következik. Itt található még hátrébb a legénységi szállás és a legénységi étkezde a 6 főnyi legénység számára, majd leghátul van a kapitánynak a kabinja. Menjünk is tovább a legfelső fedélzetre, ahol a híd található, azaz a Bridge Deck. Legelő található a hajóhíd, 3 darab irányító konzollal, jó kilátás a hajó elejére és orrára. A hajóhídhoz közel mögötte találhatóak a mentőkabinok. Amúgy mentőkabinokból még a torpedó kamra közelébe is található egy pár. Tovább haladva ezen a fedélzeten leghátul található a mérnöki szoba. Hát ennyit a dekkekről, és most jöjjön egy kis történelem a hajóról. 1946-ban Ernst Bishop admirális az UII haditengerészeti erőinél szolgált, és részt vett a Mandrake hadműveletben. A hadművelet célja taktikailag kulcsfontosságú Oberon rendszer biztosítása. Az UIIS Achilles egy kiöregedő RSI Perseus hadihajó, egy letűnt kor emléke, de az Oberoni csata egy névtelen hőse. A hajó a csata következtében akkora károkat szenvedett, hogy javíthatatlanul megsérült a két vandul romboló elleni harcban. Az Achillesnek sikerült megsemmisíteni a két vandul rombolót, és ezzel a bravúrral sikerült a háborút a birodalom javára billenteni. Bishop admirális személyesen lobbizta ki az RSI Perseus újra produkcióba állítását, amit utána a vandulok elleni háborúban használtak.
A mostani időkben az RSI a Perseus civil modellét gyártja. A Vandula háborúban elért sikereinek köszönhetően a Perseus nagy biztonságot ad a nagyforgalmú ugrópontoknál puszta jelenlétével vagy civil és félkatonai műveletek során. Képes alsóbb osztályú szubkapitál hajók elleni támadásra. Blokádban vagy járőrszolgálat közben a bűnözők és kalózok messzire elkerülik, és meggondolják kétszer is, mielőtt harcba bocsátkoznának ellene. Összegezzünk. Két darab elsődleges esetes fegyverével szubkapitál gyilkos nagy veszélyt jelent a nagyhajók számára. Felhasználóbarát és katonai beütéssel rendelkező torpedókamra, két csőben 10-10 torpedóval, egy úsz a rover, ami jár a hajóhoz, és ott van még a hajó másodlagos fegyverzetéjű szolgáló két darab ballisztikus távirányítású torony, amit akár automatára is tudtok állítani. A Perseus egy ízig-vérig hadihajó, jó páncélzattal, jó tűzerővel és az RSI egyik gyöngyszeme lehet. A Perseus ugyan kisebb, mint a Hammerhead, de vajon miért is tervezték ekkorára? A kisebb méret jobb gyorsulást és manőverező képességet jelent. Ugyanakkor, ha a katapillárhoz hasonlítanám, a katapillártól elmarad hosszúságilag, viszont szélességben csak 11 méterrel szélesebb. Ez azt eredményezi, hogy úgy, mint a katapillár, például a Levski és hasonló standard kisebb leszállóhelyeken le tud szállni, valamint a kisebb ugrópontokon is át fog tudni haladni majd, mert a nem túl nagy hosszúsága és szélessége ezt lehetővé teszi. Kisebb méret, kisebb célpont, kisebb szigrádiusz. Szóval, mint látjátok, nem minden a nagyság. Sokszor a kisebb méret előnyt is jelenthet akár. Ha megvásároljátok a hajót, akkor lónerként kaptok hozzá egy Hammerheadet és egy Harbingert, aminek ugyanilyen S5-ös torpedói vannak. Valamint a hajót megvásárolhatjátok különböző csomagokban, például ezzel a Van der Glut festéssel, Warbond vagy Stalkerites verzióban. Ugyanakkor meg lehet vásárolni még csomagban, azaz különböző csomagokban. Ez az Ambush Pack például tartalmaz két darab Anvil Arrow vadászt is a Perseus mellé. Nos, ennyi fért bele a videóba. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra új tartalmakért, hírekért, vagy keressetek minket az elérhetőségeinken, amit a videó linkjében megtaláltok. Köszönöm a rám fordított figyelmet, sziasztok!